Jó napot kívánok, itt vagyok Csatószegen, itt vagyunk Csatószegen, a csatószegi gazdák kérésére jöttem el. Polgármester úr tolmácsolta, hisz itt, ha körbenézünk a mezőn, a Tusnádfürdői Goszkom vízmű vezetéke óriási károkat okoz a csatószegi gazdáknak, és azt gondolom, hogy ha egy kicsit körben mutatjuk teljesen az egész helyet, akkor jól látható, hogy miről beszélek. Ahol most én is állok, az valakinek a földje, az út az benne volt, effektív itt egy egész mezőben a kijárás, főleg most tavasszal pityóka ültetés, aztán kezdődnek a többi mezőgazdasági munkák, itt szinte lehetetlen átjönni. Mindenki ott megy, ahol tud, és megy tönkre a földnek az állaga. Azt mondják, a tavaly is több helyen a pityóka benn maradt, nem szedték ki, nem tudták kiszedni, annyira vizes volt a föld. Amit lekaszálnak, azt már az állatok nem eszik meg, mert megváltozik a minősége a szénának, megváltozott. És sok a baj, mert még hogyha szakadás is van, nem lépnek azonnal közbe. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak van felelőssége, tehát függetlenül, hogy ki a tulajdonos ennek a vezetéknek. Hogyha a megyei tanács lenne a tulajdonos, akkor én sem engedhetném azt meg, hogy gépekkel jöjjek, széttörjem az emberek földjét, ne szóljak senkinek, és úgy viselkedjek, mintha senkinek semmi köze nem lenne. A magántulajdon szent és sérthetetlen. És e tekintetben igenis szükség van megtenni lépéseket, illetve egy újabb beruházás esetében pedig további óvintézkedéseket megtenni. De majd el fogja mondani a polgármester úr, Kozma István, hogy itt nincs arról szó, hogy Szent Simon község, Csatószeg falu ellene lenne annak, hogy Tusnádfürdőnek legyen egy rendes vízrendszere, ellenben elvárják az emberséges, partneri és tisztességes együttműködést. Itt az önnek a földje melyik az? Az a legásinél ottól, a végében leadszik az a pocsolya, az a kék szaloktól ára felé. Uh-huh. És ez most így néz ki, hogy most elsimogattak, de ott mostanig úgy nézett ki, hogy megművelhetetlen volt a vége a területnek, és amikor valahogy meg tudtam művelni, és akkor jöttek, akinek itt alapterülete volt, olyan kellett járni, mert nem tudott bemenni, ott egy tiszta, nagy, hatalmas pocsolya volt, de a tavaly, még a tavaly nagyobb volt, mint most, ahogy látszik, és ott van, járnak rá a föld végére, és hogy mondják, az én munkám, hogy senki nem veszi semmiben, mert én maradok a karral ügyesen. Uh-huh. És ez három esztendős probléma, ez nem a tavaly, nem egy hetes, nem két hetes, hanem ez ma így volt tavaly, és tavaly előtt, és örökké csak itt szaporodik a probléma. Így nem hiszem, hogy így kellene kinezni egy mezei út, és akar egy mezei út, ahogy ez néz ki, mert ott autóval, vagy még traktorral is bejönni lehetetlen. Ebben a pillanatban, igen. Itt körülbelül hány gazdát érint ez az egész vezeték, illetve hát ez szántó területként minimum 20 gazdát, és 10 vagy 12 kaszálós területbe. És úgy értettem, hogy nagyon nehezen történik a megmozdulás, hogyha el van szakadva a cső, vagy bármi, tehát hogy itt... Nagyon nehezen történik. Tehát azt nem mondom, hogy nem volt példa arra, hogy jöttek, ahogy jeleztük, de a legutóbbi, az március 28-án jeleztem egy csőtörést, és a mai napig nincsen megjavítva, úgyhogy ez önmagáról tanúskodik, hogy a melléállás az nem megfelelő. De az is lehet, hogy vannak még olyan törések is, nem? Mert úgy értettem, itt a földek azért lassan úgy áznak el, mert áznak nem látszik annyira. Persze, áznak el. Úgyhogy itt, ami itt az emberek mögött van, ott látszik a zöld fű mellett, hogy úgy enyhén buborékul, nem nagy a törés, de viszont áztassál az egész területet. Ez meg volt egyszer javítva ma. És az előbb behozott egy darab füvet, hogy mi az, amit nem vesznek meg most már az állatok? A fű összetétele nagyon áramlott mindjárt. Az az? Mocsári növények, békalap, s minden olyan allali, amit a fejőstehén is ilyen állatok számára használhatatlan. Inkább béhesen nő, mint hogy egyék, és akkor várjuk, hogy termeljen tejet az állat. És itt van egy elég jó területem, évente 600 balló széna lesz rajta. Alpiás támogatás alatt van, kénytelen vagyok megcsinálni, és nem tudom az állataimnak használni, megetetni a
akkor majd már olyan fűminőség lett, olyan fűösszetétel lett az a három éves aztatás alatt, hogy használatnak ez használhatatlan, etethetetlen válik. És kiassak a területszélit, megtelik a vízzel a nagy gödör, úgy hagyják hónapokig, nyitva, közveszélyes, ha valaki itt az út szélén áll, meg nem tudja, hogy este baleset veszélyes, és az a többször jeleztük ma nekik, és hónapokon keresztül olyan is, hogy nem csinálok, és amikor megjavítsák, és egy hét múlva úgyis szivarog a víz. És ez nagyjából akkor mindenkinek ez így az 5 kilométeres vezeték környékén? Igen, az kinek itt lemején az úton, jobbról, balról, mikor kinek húszakott ki a cső, hogy hajlása van a területnek, ott lassan szivarok, és azt iszabás, mikor egy munkagépa, egy traktorról rá kellene menni, akkor látszik meg, hogy nem bírt meg a terület. Vagy tavaly nyáron is, amikor az időjárás jelezte a kanikulát, hogy lehetne szénát csinálni, akkor 4 ujjas víz volt a fűtövén, hogy munkagéppel rámenni képtelenség volt. Míg meg nem javítottak, meg nem száradt, az álljött későre, tudtuk nagyon későre, tavaly a szénát letakarítani róla, állni, átcsontosodik, tehát nem tudunk minőségi takorma, hogy termét levenni a területeinkről, emiatt. Mikor az időjárás engedni, akkor nem engedi a zalázás. Itt is látszik, hogy valaki átment ott. Igen. Nyomok. Itt is a tavaly nyár óta így fel van ásva, fele az útnak, fele a területén bő van. Most is itt, na, már kell a szomszédnak a kosza aluljára ide, vagy szántuljára. Jöjjön, akinek a területe alá van, már az út is járhatatlan. Itt a bajhatán bajok jönnek így a véget. Igen, itt az előbb beszélgettünk, hogy jó lenne néhány dolgot akkor érvényesíteni, és polgármester Lécés, akkor mondd el, hogy mondtál az elején is, hogy Simon község. Ugye úgy van, hogy az a probléma, hogy közel 4 éves, de hogy most még a gazdák is türelmesek voltak, mi is türelmesek vagyunk, és egyáltalán nincs szó arról, hogy akadályozni szeretnénk akár a város, akár a tusnádi községnek a vízellátását, hiszen mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos ez, de én azt gondolom, hogy azért meg kell egyezünk abban, hogy a gazdák is beleegyezenek ebbe, és ne legyenek károsítva ilyen szempontból. Kapjanak garanciákat, hogy ez ha helyreáll és kiépül az új vezeték, akkor nem fog elég fordulni az évek során hasonló probléma. Itt a gazdák is azt kérik, ez az út legyen megjavítva, amelyeket nem tudnak használni különböző csőszakadások miatt. És én hiszem azt, hogy ez a vezeték, amit hát így kapás 5-6 kilométer megy itt Csíkszentcsion területi, szeret kell tudni, hogy Tusnádfürdő város a Csíkszentcsionból kapja a vizet, hiszen itt van az a forrás, ahonnan megy, nem lesz probléma, mert az elmúlt ősz és az elmúlt nyársra is, tehát hetente belültek fel ilyen problémák, és a gazdák területeire engedély nélkül jöttek be munkagépekkel, emiatt nagy félháborodás volt a gazdák rész, és amit mi kaptunk még első, én kértem és mondtam polgármesternek is Tusnádfürdőn, hogy azért nagy a fejháborodás, úgyhogy próbálják ezt a problémát megoldani. Én remélem, hogy erre a projektre és erre a problémára minél hamarabb pontot tudunk tenni. Köszönöm szépen, és akkor az, amit itt beszéltük, hogy csinálunk egy szabályrendszert jogászokkal, főépítész hivatallal azért, hogy tényleg a jogok és a kötelezettségek legyenek meg, és addig is, ameddig lesz az új vezeték, mert ugye az új vezetéknek még ezután kell kiváltani az építkezési engedélyét, persze annak az építkezési engedélyéhez már rendbe kell legyen minden is, nem úgy, mint ezelőtt x évvel, 10 évvel vagy 12 évvel, ahogy történt, hanem a mai helyzetnek megfelelően, de addig is, amíg ez a munkálat elkészül, a beavatkozásra, értesítésre, mindenre, akkor össze tudunk pakolni egy rendszert, és azt ti a mezei útra kell majd érvényt helyezetek rá, illetve a gazdák, akkor ezzel valamit talán csak lehetne csökkenteni a problémát. Így van, azt látom, hogy ha garanciát látnak a gazdák abban, hogy tényleg az elkövetkező időszakban megjavul az út, és úgy áll hozzá, úgymond a GOSZKOM és a város ehhez a megoldáshoz, akkor bízom benne, hogy a munkálatok során se lesz majd probléma, hiszen itt vannak olyan területek is, ahol beleegyezést kell kérni a gazdáktól, a tulajdonosoktól, és mindenkinek érdeke az, hogy ez megtörténjen. Már van egy tapasztalat,
az elmúlt 2010-ből, hogy akkor gyorsan-gyorsan jön a vezeték, gyorsan-gyorsan beleegyezés kell, itt kell aláírni, és talán később majd adódnak a problémák. Erre van már egy tapasztalat, úgyhogy gazdák ezt tudják, és azt kell elkerüljük, hogy ez ne nehézkesen működjön. Jó, hát ez így lesz. Én szeretnék önöktől akkor elbúcsúzni, és akkor jelentkezzünk rövidesen a ezzel a szabályrendszerrel. Várjuk, hogy talán. És minden jót kívánok. Szabatás, kitartást akkor önöknek. És akkor jelentkezünk rövidesen. Jó? Minden jót. És akkor nekem majd aztán kéne azok a mikor, milyen fotók, mindenféle. Jó? Jó. Menjünk. Akkor ez a ki az árnya? Zeni? Akkor viszem én. Ejha. Polgármester úr még hagytam, hogy menjen. Ugye itt nem fogunk elsüllyedni, ahogy menjünk kifelé. Hát szerencsére, hogy a gumicsizmason vagyunk, reméljük nem süllyedünk el. Már ilyen időszakot élünk simon, vagy reggel este gumicsizmát kell húzni, ugye, olyan mondatúz van a községben, hogy szükséges eszköz, mint a minden nap a gumicsizma. És hogy látod? Jaj, menjünk arra? Az én földem például. Itt hogy lehet egy mezőgéppel megfordulni? Isten tudja, hogy tudtam megsírni, nehogy nesz ki. Tármelyt itt hogy hozod az utót? Oda tettem azt a szallagot, mert aztán várik az utat benne. Itt hogy lehet állni? Így hagyja kell a terület. Igen, tehát ez abszolút nincs rendben. Máskülönben a megyei tanácsnak is van, nekünk is van. Máskülönben kértük mi, hogy adják át ezt a vezetéket Tusnádfürdő. Korábbi vezetés azt mondta, hogy szó se lehet róla, mert a törvények szerint az a vezeték, amelyik több települést összeköt, az megyei tanács tulajdonban kell legyen. Továbbra is persze fennáll, ezt elmondtuk az ajánlatunk át Tusnádfürdőnek, mert hisz a megyei tanács kezeli, vagy megyei tanács a tulajdonos azoknak a vezetékeknek, ahol a harvíz szolgáltató van, és higgyék el, hogy sehol sincs ilyen probléma, vagy te hallottál ilyet, hogy ahol megy a harvíz a csővezeték mentén a gazdák így fel legyenek háborodva, vagy bántva mindig Csatószeget. A harvíz jó kezelő, mondta a vezetéket, ilyen problémára nem tudok. Uh-huh. Úgyhogy itt a szolgáltató cég, tehát ez a másik, azt is elmondtuk, hogy a tusnádfürdői vízmű, ha nem tőkeerős, ha nincs megfelelő gépesítése, nincs megfelelő mennyiségben, számban személyzete, akkor nyugodtan át volt ajánlatunk, tanács leszavazta, hogy adják át és kerüljön vissza, kerüljön be a teljes csíki vízrendszerbe, hisz ilyen szempontból talán hosszú távon ez lesz a megoldás, mert láthatjuk, hogy valamikor ezelőtt 12 évvel is, amikor megépítették az vezetéket, gondolom mindenki örvendett és azt mondta, ez a legjobb. Csak kiderült rá 10 évre, hogy jönnek elő a hibák, úgyhogy most mi a garancia, hogy lesz egy új munkálat, és az biztos tökéletes lesz? Hát sajnos nem tudok válaszolni, mert nem a mi vezetékünk, de hogy én remélem, hogy nem lesz ilyen probléma. Sajnos nem is 10 év, mert már 2019 őszén elkezdődtek ezek a csőszakadásos problémák. Először egyre ritkább van, de hogy elmúlt az idő, azért egyre több és egyre gyakrabban fordultak el ezek a problémák. Most már szinte minden nap, minden héten van ilyen jellegű gond probléma. Nem csak kellemetlen ez a városlakóknak is, meg a tusnádi települések lakóinak is, mikor víz nélkül maradnak, de ugyanakkor kellemetlen a hájáknak is, hiszen látjuk, hogy mi marad egy ilyen csőszakadás után. Úgyhogy akkor ezzel bízom benne, ez a mai beszélgetés után lesz egy valamilyen megoldási javaslat. A jövőre pedig egyértelműen, hogy mire kell odafigyelni, és hát arra hívok én mindenkit, hogy, és arra főleg felkérem a tusnádi város vezetést, a tusnádi vízmű vezetőségét, hogy addig is, ami meg lesz az új vezeték,
A tulajdonjog számukra is szent és sérthetetlen. A gazdáknak az egyetértéseke, a gazdákkal együtt kell gondolkozni, és a tulajdonosokkal is meg kell kapni az útját, hogy a kár lehessen minimalizálni, és ahogy szoktuk mondani, legalább elviselhetővé tenni. Kérem, osszák meg ezt a videót.